Újra élettel és közönséggel telik meg alig két hét múlva a Móri Zsigmond Színház nagy színpada és annak nézőtere. Ez december 16-ától üresen áll, hogy spóroljanak a rezsi költségeken. A részleges bezárásról Nyíregyházen októberben döntött a közgyűlés. Az azóta eltelt időben bebizonyosodott, hogy ezzel jelentős megtakarításokat lehet elérni. Most viszont úgy döntött a fenntartó önkormányzat, hogy a Móri Zsigmond Színház társulata február 11-től újra teljes munkarendben játszhat. A fejünkben igazából egy március elsajjai nyitás volt, mikor ez az egész bezárás megtörtént, amit azért nem is kommunikáltunk, mert fogalmunk se volt, hogy a távhőnek hogy alakul az ára, mennyire lesz kemény a tél, tehát ezek mind milliós nagyságrendeket jelentettek a, a működésünk szempontjából. Szerencsére a távhő, is jelentősen, a távhő ára is jelentősen mérséklődött, és a, a telünk sem olyan kemény, mint amire az elmúlt években ö, számíthattunk volna és minden jól alakult ahhoz, hogy átgondoljuk a korábbi nyitást, ami még egy nagyon fontos szempont volt, hogy az évadot most már, hogy tudjuk, egy színházi olimpiának is helyt kell, hogy adjunk, illetve két előadás is lesz a színházi olimpia keretén belül. A színházi olimpiának a szemléjére is kapott egy előadásunk meghívást, illetve a Lázár Ervin programba 70 előadásunk bekerült, ami óriási szám. Ezt beillesztve a következő hat hónap műsorába azt láttuk, hogyha ha nem nyitunk ki hamarabb, akkor bizony kénytelenek vagyunk vagy a bérleteseknek az árát, a bérlethányad árát visszafizetni, vagy valamelyik programból lemondani néhányat. Ez pedig jelentős bevételkiesés lenne. A számítások szerencsére lehetővé teszik, hogy február 11-én már megnyissa a kapuit a Móri Zsigmond színház, és szinte azonnal közönség kedvenc jelölt darabbal várják a nézőket. A bezárás előtt pár nappal mutattuk be a teljesen idegenek című előadásunkat. Itt a bérletesek közül csak néhányan tudták megnézni ezt az előadást, úgyhogy rögtön a nyitás után 11 alkalommal két héten belül műsorra tűzzük. Majd rögtön utána márciusban a negyedik bemutatónkat, már, már említett frankenstein láthatja a közönség, és rá körülbelül egy hónapra pedig az ötödiket is a kapja el ami egy nagy zenés Broadway musical, ezt is nagyon várjuk ami még menetközben alakult ki, ugye január, decemberben, januárban ment volna a Ludas Matyinak a gyerekelőadásunknak a próba folyamata, amit nem tudtunk elindítani, és a, a rendező ráérése már ebben az időszakban nem volt lehetséges, ezért egy új előadásban kellett gondolkodnunk. Helyette Úrmai Gábor viszi színre a Mici a regény alapján kiegészítő rendezvényekből sem lesz hiány. 27-én pénteken indul a Móric Pódium Színpad című zenés programsorozat, február 10-én pedig Nők, Sanzonok címmel hallhatják az érdeklődők Pregice Fruzsina, Szabó Márta és Szélezzit a zenés estjét.